Peter var ei rumli. Sankt Peter var skivar. Ass all forandre jeg kjapp nu mitt kjort bankvel. Og for å dole og bota, ass i rett ut seg gøy. Og bløtt og en til løgden, ass fatt og oi til min. Hei, hallo, ja. Jeg får bare slette fire, ja. Hallo, ja. Litt og slutt som jeg ble skjøy. Bár cáratyuskánk bekrepált, a kis Nasztyenka bizony él. A szárkentes kislánya! De ennyi most elég. Most egy mítosz, egy pletka, egy díszmenet. Én vagyok. Klubból szól már a fáma, az látja a lényeget. Úgy szól a hír a cárnagy, egy szép summát fizet. A hercegnőjét vagyon kapható. Vagy? Ah, Dimitri! Atyú! Egy Rubelt ér festmény. Ez Romanov, Ziher. Ez Jusuf gróf úr pizsamája, vidd hát el! A palotából loptam, ez ám a jó prém. Ha Anastasia hordta, csak annál többet ér. Végre, Dimitri, megvan a színháztermék. Akkor minden a terv szerint halad. Már csak a lány hiányzik. Képzeld el, nincs több hamisítás, meg orgazdaság. Csak három vonatjegyet kell venni. Egyet neked, egyet nekem, és egyet Anastasiának. Mert egy mítosz, egy pletyka, egy hírmi hív. Lehet Anastasia hercegnő, csak jót hoz ránk. Ötletgyáros, egy páros, ki pénzt keríts. Hogy fellelünk egy hasonmást, és szerzünk szép ruhát. Gógyi kell, és már is vár Párizs. Az asztalon aranyhalom, mit nagymamája ád, nakinek jut majd, mint csak eszvidít. Dől a pénz! Dől a pénz! Szép vagyon! Szép vagyon! És a pétervári pletykafészek erről szól. De bejön majd a nagy csalás! A cár!